Pár hét és vége a nyári szünetnek, becsengetnek az iskolákban, így augusztusban már elindul egy bevásárlási láz a papírírószerboltokba. A tavalyi évhez képest 10-20%-os áremelkedés tapasztalható a füzetek, ceruzák, illetve az iskolatáskák árában. Egy első osztályos gyermek tanévkezdő csomagja körülbelül 40 000 forinttól indul, és határa csillagos ég. A Szekszárdi Pátrix írószerboltnak a tulajdonosa azt mondja, hogy a vásárlási szokásokban is változás tapasztalható. Egyrészt kevesebben vannak, tehát nem indult úgy el a szezon, ahogy el szokott indulni. Kevesebb iskolatáskát adunk el, különösen az elsős táskákból, és viszont aki vásárol, azt veszem észre, hogy beosztja a vásárlásait, tehát mit tudom én, vesz 20 000-ért, aztán vesz majd 10 000-ért, tehát nem egyszerre adják ki a nagy pénzt az emberek. Bár a tanévkezdés komoly kiadásokkal jár, mégis észrevehető, hogy a vásárlók többsége inkább megveszi a picit drágább, de minőségi írószereket, mint az olcsóbb, gyengébb minőségűt. A multik óriási nagy konkurenciát jelentenek nekünk is, mert nagyon alacsony árakkal csalják be az embereket, és inkább buknak rajta, de akkor is. És mi is úgy tudjuk ezt a forgalmat fenntartani, hogy mi is nagyon tisztességes árakon dolgozunk, nagyon normál minőséget árulunk, és ilyenkor mindig engedményeket is adunk a vásárlás értékéből. Nálunk 10% például az engedmény minden egyes vásárlásból. Könnyebb dolguk van azoknak a szülőknek, akiknek nagyobb gyerekek is vannak a családban, hiszen ők a tanszereket, iskolatáskákat a kisebbekre tudják hagyni, így pár 10 000 forintot is meg tudnak spórolni egy-egy tanévkezdés alkalmával.